Hódmezővásárhely a Szent Istváni örökség őrzője, a Szabadság és a Fejlődés városa, mondta Márki-Zay Péter az államalapítás ünnepén. Gőzerővel dolgoznak a lisztiskola tetőszerkezetének helyreállításán. A szülők 5000 cserép szállításáról gondoskodtak. A 100 tagú cigányzenekarral és tűzijátékkal zárult a 10 napos rendezvénysorozat. Az ünnepi hétvégén is zsúfolásig megtelt a vásárhelyi belváros. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Szent István gondolatai kell, hogy vezéreljenek bennünket, ma is fogalmazott Márki-Zay Péter az államalapítás ünnepén. A polgármester beszédében a nyugati kereszténységhez tartozás mellett a tisztességet és a becsületet emelte ki, mint Magyarország fejlődésének zálogát. Az új kenyeret Bajnai István, a Szent István templom plévánosa szentelte meg Vásárhelyen. Hiszünk abban, hogy nem a közpénzén kell gazdagodni, hogy nem egy szegény városnak kell egy gazdag polgármester, hanem egy gazdag városnak legyen inkább egy szegény polgármestere. Az államalapítás ünnepén Márki-Zay Péter azokat az értékeket emelte ki, amelyeket Szent István képviselt. A polgármester szerint 1000 évvel ezelőtt Magyarország a nyugati kereszténységet választotta, és ma is ez az egyetlen út, ami a jóléthez vezet. Tisztességgel, becsülettel kell minden embernek, aki valaha is a közszolgálatára adta magát, elszámolnia a saját választói előtt. Ez Szent István öröksége. Ez a nyugati keresztény kultúra. Hódmezővásárhely szigetként képviseli ezt ma a Kelet-tengerében. De mi hiszünk abban, ahogy Szent István mondta, hogy a köz szolgálata az szolgálat. Hogy semmi más nem emel fel, csak az alázat. Semmi nem taszít le úgy, mint a gőg. Szent István gondolatai kell, hogy vezéreljék a magyarokat akkor, hogyha ebből az országból egy fejlődő gazdag országot szeretnénk. Mi hiszünk ebben. A Szent István téren Bajnai István plébános mondott áldást, és útmutatásában kiemelte, hogy a tárgyi javak helyett az érzelmi és szellemi gyarapodást helyezzük előtérbe. A kenyérben, az egzisztenciában, az egzisztenciára való törekvésben ne csak múló értékeket nézzünk, tekintsünk, hanem ezentúl spirituális és intellektuális útmutatást is. A Szent István templom plébánosa ezután megáldotta és megszentelte az új kenyeret. Vásárhelyi kötődésű művészek és a HSC főigazgatója is kitüntetést vehetett át a hétvégén. Az elismeréseket az államalapítás ünnepén az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban adták át. Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke nyújtotta át az okleveleket a díjazottaknak. Csongrád-Csanád vármegye alkotói díját Lantos Györgyi vásárhelyi születésű csongrádi képzőművész, valamint Návai Sándor hódmezővásárhelyi szobrászművész kapta. Továbbá Kincses Tímának, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatójának Csongrád-Csanád vármegye köznevelésért díjat adományoztak. Nagybandó András karinti gyűrűs humorista a soproniakhoz hasonlította a vásárhelyeket, akik szerinte hűségesek az elveikhez, és még zsarolással sem lehet őket megfélemlíteni. Az előadó a fellépését az utolsó pillanatban lemondó Zaher Gábor helyett állt színpadra a Szent István napok rendezvénysorozatán, hogy kesernyés humorával és szókimondó stílusával szórakoztassa a közönséget. Stábunknak a fellépés előtt nyilatkozott a deszki születésű humorista. Amikor legelőször kimozdultam Szegedről, leggyakrabban ide, meg a környékbeli településekre jártam. Ha augusztus, akkor Vásárhely. Nagybandó András esetében ez a szabály érvényes az utóbbi 2 esztendőben, ugyanis napra pontosan 1 éve lépett fel itt. Az eltelt idő alatt szerinte romlott a helyzet Magyarországon, hiszen a hatalom már szinte meg sem érzi a nagy közéleti botrányok hatásait. Nem rajtam múlik, hogy az optimizmusom vagy a pessimizmusom tör följebb, hanem mindazokon, akik tehetnének azért, hogy legalább ne úgy halljunk már meg, mi, akik 70-en fölé eljutottunk a úgymond régi nagy generációból, hogy nem érhetjük meg újra azt, hogy demokrácia van és boldogság van, és jól érezzük magunkat ebben a világban. Nagybandó András szerint sokasodnak az űrös ügyek a kormánypárt házatáján, ám a társadalom tűrés szintje már olyan magas, hogy olykor arra gondol, hogy már nem is érdemes ezekről beszélni. Reméljük azonban, hogy mire önre sor kerül, már hiba nélkül temetkezünk, s önnek
nem lesz majd semmi kifogása velünk szemben. A humoristáknak azonban tenniük kell a dolgukat, össze kell kacsintaniuk a közönséggel még akkor is, ha egyre kevesebb felkérés érkezik az igazán rendszerkritikus előadók számára. Hódmezővásárhely azonban mindig nagyon szívesen jön, hiszen a szabadság apró szigeteként reményt nyújt mindazoknak, akik hisznek a változásban. Megírtam a múltkor egy publicisztikában, hogy Lázár hogyan fenyegette meg a vásárhelyieket. Ne féljenek! Mert ahogy ezt most már a legnagyobbaktól is tudjuk, demokrata az, aki nem fél. Nagy Bandó András számára olyanok most a vásárhelyek, mint hajdan a soproniak voltak, akik Magyarországot választották Ausztria helyett. Számukra a hűség fontosabb, mint a jólét. A vásárhelyiek hűségesek a szabadsághoz, a demokráciához, és a humorista szerint fenyegetésekkel nem lehet eltéríteni őket a saját meggyőződésüktől. Javában tart a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolájának a hónap elejé viharban megsérült tetőszerkezetének helyreállítása. Az új tanév kezdetéig már csak 2 hét maradt, de ennyi idő elegendő lehet arra, hogy a szükséges munkálatokat elvégezzék a műemlékvédelem alatt álló létesítményen, és szeptembertől a gyermekek újra beülhessenek az iskolapadokba. Nem olyan nagy a baj, mint ahogyan elsőre látszik. Összegezte a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolájának igazgatója az augusztus 5-i viharkárt. Személyi sérülés nem történt, viszont az orkán erejű szél ketté törte a belső udvaron található 130 éves töltyfát, ami aztán ráesett a Szent István téri épület tetejére, megrongálva annak szerkezetét. Az iskola egyből hozzákezdett az állagmegóváshoz, amelyhez minden segítséget megkapott a katasztrófa védelemtől, a tűzoltóktól és az önkormányzattól. A szülők pedig 5000 darab cserép szállításáról gondoskodtak. A megsérült tető helyreállítása most is gőzerűvel zajlik. Először is statikust hívtunk, hogy az épület állapotát mérje föl. Szerencsére a falak nem sérültek, csupán a tetőben keletkeztek károk. A tető felmérése során azt állapították meg, hogy pár szarufát kell kicserélni, a cserépléceket kell cserélni, illetve néhány a helyen a gerendát. Ezek most folyamatban vannak. Az ácsok folyamatosan dolgoznak, és ígéretük szerint szeptember elejére el is fog készülni a helyreállítás. Mivel az épület műemléki épület, ezért ugyanígy kell helyreállítanunk, ahogy az eredeti formájában volt, és ez így is fog megtörténni. Mivel az iskola rendelkezik biztosítással, ezért a fenntartóan mintegy 20 millió forintra becsült kárt ennek segítségével rendezni. A kidőlt fa elszállítása okozta az igazi fejtörést, mert csak az építkezéseken használt darus kocsi tudta a 15 tonnás fát eltávolítani helyéről. A fa maradványai továbbra is itt maradnak, viszont szeretnénk pótolni azt az árnyas részt, amelyet a fa biztosított az iskolánk, az iskola tanulói számára, és az őszi időszakban 2 új fát szeretnénk majd ültetni ennek a helyére. A többi iskolához hasonlóan a Lisztben is elkezdődik az új tanév szeptembertől. Előtte azonban 1-én 10 órakor ünnepséget rendez az intézmény, ahol megköszönik mindazok munkáját, akik a kármentésben részt vettek, és egyúttal a nyár elején vásárolt szabadtéri hangszerek átadójára is ekkor kerül sor. Buszok járnak az esti és az éjszakai tramtrének helyett néhány napig. Karbantartási munkákat végez mától a MÁV a Szeged-Békéscsaba vasútvonalon, a Szeged-Rókus és Hódmezővásárhely Népkert állomás között szeptember közepéig. Augusztus 28-áig a vasútvonalakon és a villamos hálózaton egy időben zajló munkálatok miatt változik a közlekedési rend Szeged és Hódmezővásárhely között. A módosítás a vasútvillamos vonalát is érinti, pótlóbuszokon szállítják az utasokat csütörtökig, este 7-től hajnali 5 óráig, Rókus vasútállomás és Hódmezővásárhely vasútállomás között. A gyors járatok a szegedi városi megállók kihagyásával közlekednek, de megállnak Algyőn és a Hódmezővásárhelyi megállókban. Szeptember 21-ig kell számítani a pótlóbuszos közlekedésre a két város között, utazás előtt érdemes tájékozódni a MÁV csoport oldalán.
Az idei rekordhosszúságú Szent István napi programsorozat csúcspontja és egyben befejező akkordja vasárnap este volt. A vásárhelyi fúvószenekart a Magyar Örökségdíjjal és Hungarikum címmel is kitüntetett 100 tagú cigányzenekar követte a Kossuth téri nagyszínpadon. A kvalitásos művészek műfai sokoldalúságukról tettek tanúbizonyságot, hiszen a csárdásoktól a klasszikus darabokig mindent műsorukra tűztek, hogy elnyerjék a helyi közönség tetszését. Szórakozási kedvből az augusztus 20-ai ünnepi programsorozat utolsó napjára is jutott, amikor délután a nagy színpad előtti rész a vásárhelyi fúvószenekar tiszteletére telt meg érdeklődőkkel. A Vágó János vezette csapat olyan műsort állított össze, amelyben könnyű zenei átiratok is helyet kaptak. Szabó Ferencet is ezek a dallamok állították meg hazafelé menet a Kossuth téren. Az látszik, hogy hát én mégis Törzsgyökeres vásárhelyi vagyok, hogy tehát egy ilyen esemény kapcsán azért megmozdítja azokat az embereket, akik érdeklődnek valamilyen szinten a különböző kultúrák után. Hát és nyilván itt azért jó színvonalas műsorok, programok vannak, ami hát azért csiszolja az ember ismereteit, és akkor nyilván, hogyha följön, már úgy értve, hogy a város külső széléről, akkor egy színvonalas produkciót, előadásra lát, amit azért nem minden nap. És akkor ennek örülni kell. Az idei Szent István napi rendezvényeket a 100 tagú cigányzenekar koronázta meg. Gál Justina korábban már hallotta őket muzsikálni, ezért nem mulasztotta volna el vásárhelyi koncertjüket, ahogyan az elmúlt napokban a többi programot sem. Minden nap, péntek kivételével minden nap itt voltunk, igen. Na és hogyan tudná összesíteni nekünk ezt az elmúlt 10 napos kavalkádot? Nagyon jó volt, nagyon jól sikerült, igen, igen, rengetegen voltak, nagyon jól sikerült. Szerintem. Nagyon ízlett a csülkös pacalpörkölt a 100 tagú cigányzenekarnak hódmezővásárhelyen. A közönség pedig a saját szemével és fülével tapasztalhatta meg, hogy mire képesek a muzsikusok kotta nélkül, és miért számít világviszonylatban is különlegesnek ez a formáció. A világ nagyon jó cigányzenekara. Az egyesület, amiben működünk, a legjobb kvalitású cigányzenekészek tömörítő szervezet ez, és erről is nagyon híresek vagyunk, ugye 2014 óta a Hungarikum címmel tüntette ki minket, és ennek az értékét próbáljuk, tehát minden eladáson, minden nap ezt továbbvinni, átadni a kedves közönségnek. Végül is, hogy mitől különleges? Azt tudom mondani, hogy a 100 tagú cigányzenekarnak a hangzása, a hangzásvilága az teljesen más, teljesen különálló mindenkitől. Úgy szoktuk mondani, hogy 100 tagúra a jellemző hangzásvilág. A 100 tagú cigányzenekar egészen pontosan 137 főből áll. Mindig az adott színpad méretén múlik, mikor hányan játszanak. Műfajában azonban teljesen egyedülálló, ha mindenki együtt húzza. Ezért kerülhetett bele a csapat a Guinness rekordok könyvébe is, ezzel is népszerűsítve a magyar virtust. A Szent István napi rendkívül gazdag, változatos programok közül többek között a Lóci játszik és az Osszián, valamint a zenevonat az LGT sztárjaival hangulatos koncertjeiről készült felvételeinket későbbi adásainkban láthatják, és persze azt is, hogy fogadta a születésnapi köszöntést Karácsony János hódmezővásárhelyen, akit az emlékezetes est zárásaként egy tortával leptek meg a 72. születésnapján. Rendőrök, tűzoltók, városi dolgozók és az áramszolgáltató szakemberei többek között nekik mondott köszönetet a Hódmezővásárhely nevében Márkizai Péter a Szent István napok zárásaként. Az augusztus 5-i viharkárok helyreállításán 18 tűzoltócsapat mellett meg annyi önkéntes dolgozott. A vásárhelyi rendőrök pedig folyamatosan ügyeltek a lakosok biztonságára. Azt is ezek a hősök tették lehetővé, hogy az ünneplés csupán néhány nappal a történelmi léptékű vihar után felhőtlen lehessen a városban, emelte ki a polgármester. Így a vasárnap esti tűzijátékot azoknak a tiszteletére lőtték a magasba, akik mindent megtettek a város és lakóinak biztonságáért.
Azoknak a hősöknek mondott köszönetet Márki-Zay Péter hódmezővásárhely polgármestere a Szent István napok zárásaként, akik az elmúlt két hétben fáradtságot nem ismerve dolgoztak a városra augusztus 5-én lesújtó vihar okozta károk helyreállításán. Ennek a történelmi viharnak a nyomait, a leszakadt ágakat, a kidőlt fákat, a bezúzott tetőket, a lezárt utcákat, az elsötétült házakat sikerült olyan példás gyorsasággal helyreállítani, hogy mire mi 5 nappal később elkezdtük a 10 napos Szent István napokat, addigra szinte nyoma nem volt a viharnak, helyreállt az áramszolgáltatás, helyreállt a közlekedés, helyreállt a város rendje, mindannyian ki tudtunk kapcsolódni. A károk helyreállításán a Vásárhelyi mellett sok önkéntes és a környező településekről érkező hivatásos tűzoltó dolgozott, de a rendőrök is komoly részt vállaltak a biztonság fenntartásában. A polgármester emellett az áramszolgáltató, a városi működtető cég dolgozói és a segítőkész civilek felé is kifejezte a város háláját. 18 tűzoltó csapat dolgozott, a katasztrófa védelem 18 tűzoltó csapata dolgozott itt. Nem csak Hódmezővásárhelyről, Orosházáról, Makóról, Szentesről, Szegedről, Ruzsáról, Fábiásebestyénről, Földeákról, Mártéiról, Mincentről is még sorolhatnánk. 18 csapat. Köszönöm a tapsot, az elismerést. A rendőrség biztosította a helyszíneket mindvégig, nem csak immár évek óta. Hódmezővásárhely a legbiztonságosabb város, de ezekben a nehéz időkben is a rendőrség biztosította a helyszíneket. A 10 napos Szent István napi rendezvény sorozat zárásaként így azoknak a tiszteletére lőtték fel a tűzijátékot, akik lehetővé tették, hogy a történelmi léptékű vihar ellenére gyorsan helyreálljon a város rendje. Ismert dallamokra borult fényárba Hódmezővásárhely 10 óra után. Most az Alföldi Galéria udvaráról szálltak a levegőbe a tűzijátékok a városháza felújítása miatt. A belvárosban csak nem 10 000-en ünnepelték együtt vasárnap este az államalapítást. Márki-Zay Péter polgármester beszédét és a tűzijátékról készült felvételeinket a Híradó után Nagy Látószög című műsorunkban tekinthetik meg. Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés. Hírműsorra legközelebb kedden, este 17:30-kor jelentkezünk. Addig is kövessenek bennünket az online térben is, keressék fel hírportálunkat, a hotpress.hu-t, látogassanak el Facebook oldalunkra és YouTube csatornánkra. Kedves nézőink, köszönöm ma esti figyelmüket, viszontlátásra!